Szép jó estét kívánok! Önök az erőnkforrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Szabadon, de miben is szabadon? És mit is jelent a szabadság? Ez volt a hívó gondolata a 10. csillagpont református ifjúsági találkozónak, amit ismét Debrecenben rendeztek meg. A mintegy 1500 résztvevőnek, fiatalnak lelki alkalmak, kulturális és sportprogramok segítettek abban, hogy közelebb kerülhessenek Istenhez, és jobban megismerjék önmagukat is. A szabadság sokféleképpen értelmezhető fogalom. A pandémiás időszakban különösen nagy jelentősége lett ennek a szónak. De nem szabad és nem érdemes összekeverni a szabadság fogalmát a szabadossággal. Hiszen minden szabad, de nem minden használ. Ezt a tanítást helyezték többek között központba az idei csillagponton. Tulajdonképpen a Bibliának van válasza az ember szabadságára, mert sokan azt gondolják, hogy keresztényeknek nem szabad egy csomó mindent, tehát hogy ez egy ilyen teljesen bekorlátozott dolog, de valóság az az, hogy sokkal inkább az életnek azokat a kereteit mutatja meg a Szentírás, amin belül mozogva az ember egy teljesebb életet élhet. Tehát a szabadság nagyon sok szempontból előjön a Szentírásban, és azért is izgalmas ez, mert ugyanakkor támpontokat ad. Gondoljuk el, hogy milyen egy folyó, aminek nincsen medre. Az árad és mindent elmos maga körül, ha pedig medre van, akkor pedig az mindenkinek áldás és mindenkinek jó lehet. Valami ilyesmiképpel élünk mi is a szabadsággal, tehát fontos dolog megélni, megtalálni az egyéni szabadságot, és megtalálni hozzá a medret, hogy mi az, ami jó másoknak és magunknak is. A fiatalokat különösen foglalkoztatja az, hogy miként tudják megtalálni saját szabadságukat, saját útjukat. Az előadók épp ezért röviden és izgalmas módon próbálták megadni a feltett, és fel nem tett, csak lélekben hordozott kérdésekre a választ. 3 lépésben mentünk végig ezeken a napokon. Az első nap arról beszéltünk, hogy mit jelent szabadnak lenni, és hogy mit jelent a valóságban megélni a szabadságunkat, mert ugye nagyon könnyű szabadnak lenni úgy, hogy egy álomvilágba elmenekülünk, de mit jelent a valóságban megélni a szabadságot. Második nap arról beszéltünk, hogy a kultúránkból, meg a családunkból milyen mintákat hozunk, amik gyakran akadályozzák azt, hogy szabadok legyünk, és a harmadik nap pedig azt arról beszéltem, hogy mit jelent a belső szabadság, hogyan lehet ezt megélni. A szabadság és a szabadosság összehasonlítása érzékeltetésére egyen próbát is tehettek. Ezzel tesztelhették magukat a református ifjúsági találkozó résztvevői. Kulturális programok, áhítatok, istentiszteletek, előadások várták a fiatalokat. Én nagyon szeretem a hangulatát, meg ilyenkor mindig közelebb kerülök Istenhez, és akkor ilyen, nem tudom, sokkal vidámabb vagyok, meg sokkal boldogabb. Ezek segítenek a hit megélésében. Ráadásul élményekkel gazdagodva tértek haza a fesztiválozók. Olyanokkal találkoztatok, akik régen voltam kapcsolatban, vagy új barátokat is szerezhetek, és úgy, hogy az Istennel vagyunk egy közösségbe. És ugye nem kifejezetten nem kell kimondani folyamatosan az ő nevét, de mégis érezzük a jelenlétét. Úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint egy kis pici mennyország a csillagpont, egy kicsi darabja. A pandémia elterjedése óta ez volt az első alkalom, hogy ilyen nagy számban találkozhatott egymással a református ifjúság. Mintegy 1500 fiatal vett részt. Nem csak az anyaországból, hanem a Kárpát-medence minden részéről. Több százan határon túlról is érkeztek. Én most az egész vírus helyzet után ez az egész szabadság, nem tudom, én személy szerint így nagyon élem ezt. Tehát beszélgettünk is erről itt többekkel, hogy olyan jó megtapasztalni azt, hogy itt tényleg így szabadon vagyunk, tehát hogy bennem nagyon nem jött fel az, hogy például félni kellene valamitől. A lényeg az, hogy a fiatalok eljöjjenek ide, találkozzanak egymással, megéljék, hogy milyen sokféle, sokszínű a kereszténység, hogy ebben a sokszínű kereszténységben hogyan lehet egységben lenni, jól érezni magunkat. Tehát várunk nem csak református fiatalokat, annak ellenére, hogy ez egy református szervezésű fesztivál, hanem az ökumené jegyében minden felekezethez tartó fiatalt nagyon szívesen várunk, sőt olyanokat is, akik még nem adták át a szívüket Jézusnak, hanem útkeresők, kíváncsiak, érdeklődők, minden fiatalt szeretettel várunk. A programot 2 évente szervezik meg. A találkozón, ahogy eddig is, nem csak a reformátusok vettek részt. Az ökumenikus törekvés, a Krisztusban való közösség, egység, testvéri szeretet megélése fontos küldetése a találkozónak. Az egyház az valódi közösség. Az egyházban emberek valóban fordulhatnak egymáshoz, beszélgethetnek, ismerkedhetnek, és egy közös cél lebeg a szemük előtt, ami ad egy közös identitást is. Egy imasátor is helyet kapott a rendezvényen, de emellett még számtalan helyszín segítette a fiatalokat abban, hogy létkérdéseikre választ találjanak, közelebb kerüljenek önmagukhoz és Istenhez.
Épp ezért a fesztivál egyik küldetése az, hogy segítsen azt is megmutatni, hogy a kereszténység egy életforma. Ez egy olyan életforma, amelyik a hétköznapjainkat, ünnepnapjainkat be kell, hogy töltse, és ebben élni egy korosztálynak, amelyik látja, hogy a másik fiatal is olyan, mint én is lehetek olyan, mint a másik, meg mer szólalni, mer imádkozni, elmeri mondani a kérdéseit, meg a kételjeit, és arra választ is kap, sőt, gondolatot lehet cserélni. Én ettől jobb élményt nem tudok elképzelni, amelyik azt mutatja, hogy a kereszténység az nem egy ilyen ünnepi cselekmény, hanem a mindennapjaink része. És ennek kell egy életen keresztül bennünk lenni, meg közöttünk lenni. A lelki elmélyülést, a közösen megélt hitélményeket, azaz az ötnapos rendezvényt szombaton egy közös istentisztelettel zárták. Újra nyitotta ajtajait a kis templom a gyülekezet előtt. A hónapok óta tartó felújítás végéhez közeledve újra istentiszteletre hívta a híveket a kis templomi ispotályi református egyházközség. Bár a felújítás még folyamatban van, az istentiszteletet, az első hálaadó alkalmat már akadályok nélkül meg lehetett tartani. Megújult környezetbe térhettek vissza az egyházközösség tagjai a kis templomba, ahol ugyan még mindig zajlik a korszerűsítés, de már meg lehetett tartani a hosszú kihagyás utáni első istentiszteletet. Nagyon-nagyon szép, remélem sokáig járhatunk ide, lesz hozzá egészségünk, mert az nagyon fontos, hogy el tudjunk jönni. Most szép, az biztos, mert általában mondjuk, ha vigyáznak rá, akkor sokáig tart. Ha nem, akkor újra kell festeni. De remélem, hogy olyan emberek vannak, akik tudnak rá vigyázni. Még folyamatban van a felújítás, és a hangtechnika is ideiglenes volt. Zsoldos Tibor lelkész az istentisztelet elején köszönetét és háláját fejezte ki az Úrnak azért, hogy megújult környezetben kulcsolhatják össze kezeiket, hajthatják imára fejüket. Itt-ott még látszanak a lógó vezetékek, és a belső felújítás sincs teljesen kész. A világítás egy része már működik, és ez látható is, de még nincs teljesen kész. Héten már sokat dolgoztak rajta. Számomra a legnagyobb izgalmat az jelentette, hogy a hangosítás, amely ideglenes hangosítás, elkészül-e erre a vasárnapi istentiszteletre. Remélem, hogy mindenki úgy érzi, hogy elkészült, és hallható a templom legtávolabbi sarkában is az, amit most éppen mondok. De még itt a templom belsőben is vannak feladatok. Hangosítást még ki kell alakítani. Vetítővászon kerül majd fel a falra, hogy az énekeket, az a énekek szövegét arra tudjuk kivetíteni. És a fűtés rendszerünk megújítása, cseréje is majd még ezután kerül sorra. Ma vagyunk itt akkor, ahogy már említettem először. Sokáig az online térben tartottuk az istentiszteletünket, május 2-ától kezdve pedig Kossuth utcai gyülekezet jóvoltából, köszönjük nekik. 11 óra 30 perces kezdettel tarthattunk istentiszteleteket. Így aztán, amit az elején mondtam, talán mindenki számára is értető, most már tényleg örülünk annak, hogy újra itt lehetünk, és újra vasárnapról vasárnapra összegyűlhetünk ebben a templomban. A kis templomi ispotályi református egyházközség tagjai ezután közös énekléssel áldották az Istent hétvégén. Zsoldos Tibor ezután hirdetett igét Márk evangéliuma alapján. Négy ember cipel egy hordágyon egy béna embert, és mindenáron Jézushoz akarják őt vinni. De az a ház, ahol Jézus éppen akkor tartózkodik, tele van emberekkel, és nyilván a ház körül is nagy tömeg gyűlt már össze. Nem látják másként megvalósíthatónak a céljukat, hogy ezt a beteget Jézushoz vigyék. Azt teszik, ami egy nagyon furcsa dolog, hogy fölmennek a tetőre,
megbontják a tetőt, és onnan eresztik le majd hordágyon Jézus lábai elé ezt a szerencsétlen beteg embert, hogy gyógyítsa meg őt. Mint tudjuk, a történet befejezését sikerrel járnak ezzel a furcsa vállalkozásukkal. A lelkész ezzel a szentírási részlettel arra mutatott rá, hogy milyen nagy szerepe van a kitartó, empátiával felvértezett emberek segítő kezeinek életünk során. És ha bajban érezzük magunkat, először mindig a lelkünket próbáljuk meg meggyógyítani. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Külső betegség, külső probléma, és Jézus a belsőt, a lelket szólítja meg. Végig lehet lapozni Jézus gyógyítási történeteit. Mindegyikben ugyanez ismétlődik. Mai orvostudomány kívülről próbál befelé haladni. Jézus munkamódszere ennek az ellenkezője volt. Nem tudjuk a részleteket erre a beteg emberre nézve, de a lényeg ettől függetlenül ugyanaz, mint a többi gyógyítási történetnél is. Belülről kifelé. Először a léleknek kell gyógyulnia, és az hat ki, és az teszi az embert jobbá és egészségesebbé. Az Isten tisztelet végén énekkel és a zene hangjaival adtak hálát a kis templomi gyülekezet tagjai, dicsőítés és fuvolaszó zárta az ünnepi alkalmat. Köszöntöm a stúdióban Kála Imre lelkészről, a szép estét kívánok, áldás békesség. Jó estét kívánok, áldás békesség. Ugye az előző percekben azt láthattuk, hogy megújult a kis templom, és végre kinyitotta újra az ajtajait, és Isten tisztelet alkalmat tarthattak benne. Így viszont úgy köszöntöm önt először itt nálunk, mint Amokert gyülekezetnek az új lelkészét. Hát pontosabban már nem annyira új, mert hiszen eltelt már jó néhány hónap, de minden esetre a stúdióban először is, de Isten hozta először is. Köszönöm szépen. Megérkezett Homokertbe. Milyennek találja Homokert gyülekezetek? Melyek az első tapasztalatok? Hát köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélhetek itt. Hát már közel egy éve, sőt bőven egy éve, hogy a Homokerti gyülekezetben szolgálok. Július 1-jével kezdtem el 2020-as esztendőben ott a szolgálatot, és egy év alatt sok mindent tapasztaltam már. Különösen nehéz volt az eleje, hiszen egy ilyen átalakuló időszakban kerültem oda, hiszen egy ilyen Covid járvány után, közben időszakban, amikor volt egy kis nyitás, maga a megválasztási folyamat is nehézségekbe ütközött éppen a járványhelyzet miatt, hiszen gyülekezeti alkalmat, közgyűlés nem lehetett tartani sokáig, hónapokon keresztül, és így történt a megválasztás júniusban, és így kerültem júliusban a gyülekezetbe, hogy szolgáljak. Hát én úgy érkeztem a gyülekezetben, hogy, és ezt elmondtam a gyülekezeti tagoknak is, és a presbitereknek is, hogy igazából én azért vagyok itt, hogy az Úr Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről tegyek bizonyságot, őről a beszéljek, és nincs ebben semmilyen nagy különlegesség, vagy semmilyen nagy dolog, és ezen túl pedig azt szeretném, hogy megérthessem velük együtt közösen, a gyülekezeti tagokkal, a gyülekezet vezetőségével, hogy Istennek mi a terve Homokerti gyülekezettel, és hogy ennek a megvalósításán közösen dolgozzunk. És ugye a legfontosabb a misszió. Igen, igen. Hát a Homokertben is nagyon sokan élnek, fiatal családok, nem annyira fiatalok, idősebbek, gyermekek, tehát sokféle területe van a missziónak ott a Homokertben is, és ezt a missziót igyekszünk képviselni, próbálunk világítani gyülekezetként, hogy az emberekhez eljusson az evangélium. És hát amennyire a járványhelyzet lehetővé tette, igyekeztünk az emberekhez elérni. Ami talán nagyon eredményes volt, vagy áldásos volt, az a kántálás a karácsonyi időszakban.
a gyülekezetünk tagjaival, fiatalokkal, idősebbekkel, akinek volt kedve, akkor elindultunk ott a homokkerti gyülekezeti tagokat, akik regisztrálva vannak a gyülekezetben, végig kántáltuk, végigjártuk, és ez egy meghitt, különleges alkalom volt. Összekovácsolt bennünket, és nagyon jó tapasztalataink voltak ezzel, hiszen a homokkert egy nagyon kedves, falusias tulajdonképpen kertvárosi része Debrecennek, és nagyon jól fogadták az emberek ezt a fajta szolgálatot, és talán tudtunk egy kicsit világítani így az énekhangunkkal, meg egyáltalán próbáltuk elmondani az embereknek azt, hogy Krisztus megszületett ebbe a világba, és az Isten ennyire szereti ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Ráadásul, hogy ez egy ilyen családias közösség. Igen. És a családias közösségből, ha szabad úgy mondani, de hát ez nem csak a homokertre igaz, hanem egyáltalán Debrecenre igaz, meg egész talán Magyarországra, hogy egy kicsit újra kell értelmezni, új szint kell hozni, újféleképpen kell világítani az örök tartalmat, csak kicsit másféleképpen. Na, ezzel kapcsolatosan milyen tervek vannak? Hát, ami talán fontos, hogy egyrészt elérjük az embereket, akarjunk feléjük szolgálni. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, és ha elérjük őket, akkor úgy érjük el, hogy megértsék azt, ami a Bibliának az üzenete, ami az Isten szeretetének a lényege. És én igazából ezt igyekszem képviselni a szolgálatomban, mind a programokban, mind pedig a prédikációkban is, ha lehet így fogalmazni. Igyekszem arra figyelni és mindig úgy készülni az Isten tiszteletekre, hogy egyrészt Isten mit akar mondani az embereknek, másrészt pedig, hogyha én, aki soha, mondjuk nem jártam volna soha a templomba, és bemennék a homokkerti templomba először, akkor is megértse az az ember azt, hogy miről van szó, vagy éppen mit akar a lelki pásztor mondani, vagy Isten mondani. Mennyire volt nyitott a gyülekezet erre az új hangra, ez új színre? Hát nem biztos, hogy annyira új volt ez egyébként. Azt gondolom, hogy az elődöm is ugyanazt az evangéliumot hirdette, mint amit én hirdetek. Nyilván más korosztály vagyunk, talán ebben lehetett más. Nyitottak voltak egyébként, és jól megtaláltuk a hangot, szívesen tudunk együtt szolgálni, beszélgetni, és azokat a dolgokat, amiket megértünk, hogy ez jó lenne a gyülekezetben véghez vinni, abban partnerek és tudunk együtt szolgálni, dolgozni, én úgy érzem, ebben az elmúlt évben ez így valósult meg. Az ifjúsággal való munka az milyen? A fiatalok felé fordulás? Hát ifi csoportot indítottunk be, pénteken alakult egy ifjúsági közösség. Hát nagy reményekkel és nagy elvárásokkal indultunk el, és valahogy Isten kegyelmes volt, mert először jöttek néhányan, és egyszer csak utána jöttek többen is, és akkor végül is kialakult egy ifjúsági csoport már itt a homokkertben is, és szolgáltunk is már közösen, most éppen készülünk egy ifis táborra, Tivadarra fogunk menni, az egyházkerület egyik táborhelyére, és már közel 20-an jelentkeztek, tehát hogy egy ilyen, a konfirmandusok is jönnek a táborban, 5-en konfirmáltak most. Úgyhogy alakulóban van az ifjúsági csoport, és ugye homokkerti ifinek hívjuk az ifi csoportot, hifinek, hogy egy kicsit valahogy megközelítsük őket, és jönnek. Igazából a fiatalokhoz való elérésben is mindig olyan különleges módszereket gondolunk, és azt gondoljuk, hogy a fiatalokat olyan nehéz megszólítani. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha fiatalok azt érzik, hogy foglalkozunk velük, meg szeretjük őket, akkor jönnek, és vágynak, és szívesen vannak ott. És így tud megvalósulni a közösség, és igazából magától tud működni, és hát ebben a csoportban is igyekszünk hát az Isten igéjére összpontosítani, hiszen sok minden módszerrel lehet őket ott tartani, de talán tartósan csak akkor lehet őket ott tartani, hogyha az Úr tartja ott őket az igéjével is. Igen, ami nagyon fontos, és azért mondjuk, hogy lelkész úrnak nem ismertem Debrecen, hiszen előtte a Mester utcai gyülekezetben szolgált, illetve abban a szempontból sem, hiszen ön nem csak lelkészként szolgál ebben a városban. Igen, a Mester utcai gyülekezetben is a fiatalok között szolgáltam elsősorban, úgy próbáltam segíteni a gyülekezet munkáját, a lelkipásztornak a munkáját. Nagyon nagy örömmel és hálával tekintek vissza erre az időszakra, sokat tanultam ott, sokat kaptam.
Igen, és hát én orvosként is dolgozom, tehát van polgári hivatásom is, én pszichiáter vagyok, felnőtt pszichiátriai osztályon dolgozom, és hát ott is találkozunk fiatalokkal, meg lelki szükségletekkel, lelki problémákkal. Valamikor a templom a kórház, valamikor a kórház a templom, ez éppen attól függ, hogy hogyan alakul a helyzet, de mindenféle minőségemben igyekszem segíteni az embereknek és szolgálni feléjük. Hát ehhez kívánok nagyon sok áldás az Úr jelenlétét, és hát, hogy minél többek lelkét tudja elérni, megnyitni, és az Isten felé terelni és vinni. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívánságot. Köszönöm szépen a lehetőséget, áldás. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. A zsidókhoz írt levélből szól ma Istennek az igéje Olá István lelkész tolmácsolásában. Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a nézőket. A mai igét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 12. fejezetnek az első verséből. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Ezekben a napokban zajlanak az olimpiai játékok Tokióban, és nagy öröm számunkra, amikor magyar sportolók érmet nyernek, és természetesen együtt szurkolunk annak, hogy még több siker szülessen magyar részről, és bízunk benne, hogy ezek meg is fognak történni. Az olimpiai játékok azonban nem új keletű események, hanem több évezredes történetük van, hiszen már az ókorba nyúlik vissza az olimpiai játékoknak a kezdete. És a zsidókhoz írt levélnek a szerzője is a sport életéből hozza a példát elénk, hogy illusztrálja az üzenetét, nyomatékosítsa mondani valóját, a futás példáját hozza mindannyiunk elé, és az életünket egy pályához hasonlítja, a levél szerzője. És ezen a pályán futunk egyenesen a cél felé. És valóban az életünk sokszor úgy tűnik, mintha egy futás lenne, olykor gyorsuló futás, olykor lassuló, olykor pedig valljuk meg, hogy akadályfutásnak érezzük a mindennapjainkat. És a levél szerzője azt is elárulja nekünk, hogy hogyan fussuk meg az előttünk levő pályát. Először is azt javasolja, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, mert teherrel futni nem lehet, vagy legalábbis nagyon bajos az előrejutás. És Isten azt akarja, hogy az életünkben előttünk levő pályát felszabadultan és örömmel fussuk meg. Így éljük a mindennapjainkat. Azonban ennek nagyon sok akadályával találkozunk, mert az életünkben rengeteg teher van. Vannak gondok, bajok, mindennapi küzdelmek. A Biblia szerint a legnagyobb terhe az életünknek a bűn, a bűn kérdése, amivel megszomorítjuk Istent és bántjuk fele barátainkat, és természetesen magunknak is ártunk vele. És azt mondja, javasolja a levél szerzője, hogy tegyük le ezeket a bűnöket. Hogyan lehetséges ez? Hogyan tudunk ezektől a bűnöktől megszabadulni, amelyek ott vannak az életünkben? Először is Isten szent lelkét hívjuk segítségül, és őszinte bűnbánattal szembesüljünk a mi bűneinkkel, a mi gondjainkkal, terheinkkel, és azokat vigyük Isten elé. És Isten Jézus Krisztus áldozatáért hisszük az ő kegyelméből, megbocsát nekünk, és elfelejti a mi bűneinket. És így tudunk előre jutni életünk útján, életünk pályáján. És természetesen, ha már a futásnál járunk, futás képénél maradva, milyen jó, hogy ha van egy edzője is az életünknek. Ez az edző pedig a mindenható Isten, aki csodálatosan ellát bennünket jó tanácsokkal, hogyan fussuk meg a pályát, ami előttünk van. Támogat bennünket, az ő erejét adja, megújít bennünket, erőt ad a küzdelmeinkhez. Az Isten a legjobb edző közelében megmaradni nagyon nagy áldás a mi életünkben, hiszen Isten célba akarja juttatni az életünket. Ezért is írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy álhatatossággal fussuk meg a pályát. Mit jelent az álhatatosság? Kitartást. Kitartóak legyünk a futásban. Ne adjuk fel a mi életpályánkat, a mi pályánkat, ami előttünk van. Ne adjuk fel azt a célt, amit Isten kijelölt számunkra, hanem jussunk el a célig. És mi ez a cél számunkra, keresztényeknek? Az örök élet
és Isten országának a kiteljesedése. Ez a legnagyobb öröm. E felé haladunk mindannyian. Ezzel a mai nappal is közelebb kerülünk ehhez a célhoz. Csak teljesítsük a pályánkat. Ennyit kér tőlünk a mindenható Isten. Azt az utat, amit kijelölt számunkra. Mert nem hiába való a mi futásunk. Cél felé igyekszünk. Ez a cél, kívánom, hogy valósuljon meg mindannyiunk életében, érjük el, és fussuk meg az előttünk levő pályát Isten áldásával és az ő segítségével. Így legyen. Amen. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Görögkatolikus Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!